15 a diszpenzációk CC1, ahogy föntebb megmutattuk, a tamudi rendszer rendkívül dogmatikus és akkor sem engedi meg az előírások lazítását, ha azok a megváltozott körülmények miatt abszurddá változnak. Másképpen, mint a Biblia, a Talmud esetén a szöveg értelmezése előre megvan adva és nem szabad azt más módon értelmezni. A klasszikus judaizmus idején bizonyos törvények tarthatatlanná váltak a zsidók uralkodó osztályai, mégpedig a rabbik és a gazdagok részére. Ezen osztályok érdekében föltalálták a rendszeres csalás módszerét, amely szerint a törvény szövegéhez hülyek maradnak, annak szellemét és szándékát viszont ezzel egyidejűleg megerőszakolják. Ez volt az úgynevezett diszpenzációk, Heterim álszent rendszere, amely véleményem szerint a klasszikus judaizmus pervertálódásának legfontosabb oka volt. A második ok a zsidó misztika volt, amely viszont csak sokkal rövidebb ideig hatott, itt is pár példa kapcsán ábrázoljuk, hogy hogyan működik a rendszer. 16 kamat CC2 a Talmud szigorú büntetés terhe mellett megtiltja a zsidóknak, hogy más zsidóktól kamatot szedjenek egy hitelért. A legtöbb talmudi hatóság szerint egy nem zsidótól viszont kötelező a lehető legtöbb kamatot szedni, részletes előírások tiltják a leghajmeresztőbb eseteket is, amelyek szerint például egy zsidó kezes egy zsidó kölcsönvevőből hasznot húzhat. Mindenki, aki egy ilyen folyamatban részt vesz, cinkosnak számít, az írnoktól a tanúkig a Talmud mindenki becstelennek tekint, akik törvényszék előtt nem tanúskodhatnak, mert ha egy zsidó ilyen cselekményben részt vesz, azzal gyakorlatilag azt jelenti ki, hogy nem részesedik Izrael istenében. Ez a törvény nyilvánvalóan igen alkalmas a zsidó parasztoknak, kézműveseknek, vagy kisebb zsidó közösségeknek, akik pénzüket nem zsidóknak adták kölcsön. Kelet-Európában, főleg Lengyelországban a helyzet egész más volt a 16. században. Ott nagyobb zsidó közösség élt, amely sok városban a többséget képezte. A parasztok, akik jobbágyok és ezzel szinte rabszolgák voltak, nemigen tudtak valamit is kölcsönözni, míg a nemeseknek való pénzkölcsönzés néhány nagyon gazdag zsidó üzlete volt. Sok zsidó egymással kereskedett. Ezek között a körülmények között föltalálták a zsidók közötti kamatos kölcsönök lebonyolítására egy rendszert, amit heteriska, üzleti diszpenzációnak neveztek, amely nem ütközik a törvény betűjébe, mert formálisan nincs szó benne hitelről. A hitelező pénzt pénzét beruházza a kölcsönvevő üzletébe két föltétel mellett. Az első szerint a kölcsönvevő egy a jövőben megállapodott időpontban a hitelezőnek egyelőre megállapodott nyereség részesedést fizet ki, a valóságban a hitel kamatait. Másodszor a kölcsönvevő kötelezi magát, hogy eléggé nyereséges lesz ahhoz, hogy a hitelezőnek visszaadja a hitelt, ha a rabbi vagy a város rabbinikai törvényszéke ne adja meg a kölcsönadásához szükséges bizonyítványt. A gyakorlatban csak ennek a diszpenzációnak az arameus nyelven ért és teljesen érthetetlen szövegét kell annak a helységnek a falára kiakasztani, ahol az üzletet csinálják, ennek a szövegnek egy másolata minden izraeli bank falán ki van akasztva, vagy a szöveget egy ládában tartani, és ekkor a kamatos hitel zsidók között teljesen legális és nem kifogásolható. 17 a szabbat év CC3 a talmudi törvény szerint, amelynek 3. Mózes 25 az alapja a zsidó tulajdonban levő földnek Palesztínában minden hetedik évben, szabbat év parlagon kell heverni és sem bevetni sem lejaratni nem szabad. Hiteles bizonyítékok vannak arra, hogy ezt a törvényt 1000 éven át Krisztus előtt az 5. évszázadtól a zsidó mezőgazdaság eltűntéig Palesztínában szigorúan betartották. Amikor később nem volt alkalmuk a törvény alkalmazására, az elméletileg változatlanul érvényben maradt. A 19. század 80-as éveiben, ahogy Palesztínában az első zsidó mezőgazdasági települések előálltak, ez a gyakorlatban nehézségeket okozott. A betelepülőkkel szimpatizáló rabbik kitaláltak erre egy diszpenzációt,
amelyet később követőik a vallásos cionista pártokban tökéletesítettek és ez Izraelben bevett szokás lett. Ez a diszpenzáció így működik, röviddel a szabbat év előtt az izraeli belügyminiszter átad a főrabbinak egy írást, amely őt nevezi ki Izrael minden magán és közföldjének birtokosává. Ezzel az irattal fölfegyverkezve a főrabbi elmegy egy nem zsidóhoz és eladja neki Izrael egész országát, 1967 óta a megszállt területeket is egy szimbolikus összeg fejében. Egy másik iratban leszögezik, hogy az eladó az év letelte után a földet újra megveszi. Ez a folyamat minden 7 évben lejátszódik és általában ugyanazzal a vevővel. A nem cionista rabbik nem ismerik el ennek a diszpenzációnak az érvényességét és nagyon helyesen azt mondják, hogy az egész üzlet bűnön alapul és emiatt érvénytelen, mert a vallási törvény tiltja a zsidóknak a földeladását Palesztínában. A cionista rabbi erre azt feleli, hogy csak egy valódi eladás tilos, egy látszólagos viszont nem tilos. 18 fej és szabbat idején CC4 a fej is már a Talmud előtti időkben is tilos volt a fent említett szigorodó vallási törvények értelmében. A diaszpórában a tilalmat könnyen be tudták tartani, mert a zsidó állattenyésztők általában elég gazdagok voltak ahhoz, hogy egy nem zsidó szolgát tartsanak, akinek a következő kifogások elmondása mellett meg lehetett parancsolni a fejést. Az első zsidó telepesek Palesztínában arabokat használtak erre a célra és más hasonló célokra a cionista politika kötelező előírásai, amelyek szerint csak zsidó munkaerőket lehet alkalmazni, szükségessé tettek egy diszpenzációt. Ez különösen a fejőgépek bevezetése előtt az 50-es években volt fontos. Itt is megoszlanak a cionista és a nem cionista rabbik véleményei. A cionista rabbik szerint a tiltott fej is szabad akkor, ha a tejszíne nem fehér, hanem kék. A kék vasárnapi tejet kizárólag sajt előállításra használták és a színező anyagot az íróban kimosták. A nem cionista rabbik egy finomabb módszert fejlesztettek ki, én ellene voltam, amikor 1952-ben ezt egy vallásos kibucban megvalósították. Fölfedeztek egy régi előírást, amely megengedi, hogy a tehén tőgyét azon föltétel mellett, hogy a tej használatlanul a földre folyik, szombaton azért ki lehet üríteni, hogy az állat ne szenvedjen megduzzadt tőgye miatt. És így a következő történik, szombat reggel az egyik kibuc lakó kimegy a tehénistállóba és vödröket tesz a tehenek alá. Ez a munka sehol sincs megtiltva a talmudi irodalomban, aztán a zsinagógába megy és imádkozik. Utána megjelenik egy kollégája, akinek becsületes szándéka az, hogy az állatok fájdalmát enyhítse, és a tejet a földre fejé. Ha ott véletlenül egy vödör áll, kötelessége ezt elvenni? Természetesen nem. Egyszerűen nem veszi figyelembe a vödröt, betölti kegyes hivatását és elmegy a zsinagógába. Végül egy harmadik hívő kolléga megy az istállóba, nagy meglepetésére fölfedezi a tejjel teli vödröket, azokat hűvös helyre teszi és követi bajtársait a zsinagógába. Így minden rendjén van és nem szükséges pénzt kidobni a kék színre. 19 vegyes gabona CC5 hasonló diszpenzációkat hoztak a cionista rabbika, 3. Mózes 19,19 század szerinti tilalom miatt, amely megtiltja azt, hogy két különböző növényt vessenek el ugyanazon a földön. A modern mezőgazdasági tudomány megmutatta, hogy néhány esetben, különösen takarmánytermesztés esetén a vegyes vetés a legjövedelmezőbb. A rabbik tehát kitaláltak egy diszpenzációt, amely szerint egy valaki hosszában vett egy bizonyos magot és bajtársa, aki erről semmit sem tud, egy másik féle magot vett keresztben. Mert ez az eljárás munkaerő pazarlással járt, egy másikat találtak föl. Egy ember kitesz egy köztérre egy halom magot és letakarja egy zsákkal, vagy egy deszkával. A második magfajtát ráteszik a letakarásra. Később megjelenik egy ember, aki tanúk előtt kijelenti, hogy szüksége van a zsákra, vagy a deszkára, és elveszi azt úgy, hogy a magok természetesen elkeverednek.
Ezután megjelenik a harmadik ember, akit arra utasítanak, hogy vegye a magokat és vesse el azokat, amit ez meg is tesz. 20 savasanyagok cc 6 savasanyagokat egy zsidónak a Pesszáh ünnepét, vagy Palesztínán kívül 8 napja alatt nem szabad sem menni sem birtokolnia. A savasanyagok kifejezési jelentését állandóan kiszélesítették, és az, hogy ilyesmit még látni sem akartak, a hisztéria peremére jutott el. Ezek az anyagok, mindenfajta liszt, sőt, a nem megőrölt magok is. Az eredeti talmudi közösségben szokás volt általában egyszer egy héten kenyeret, savasat, vagy nem savasat sütni. Egy paraszt család az előző évi magvakat a nem savas kenyér sütésére használta föl az ünnepre, amely az új kenyér ünnepe is volt. A nem talmudi európai zsidóság körülményei között ennek megtartása egy középosztálybeli zsidó családnak is még inkább egy gabonakereskedőnek nehéz volt. Tehát föltaláltak egy diszpenzációt, amely szerint az ilyen anyagokat látszatra eladtak az ünnep előtt egy nem zsidónak, és azután automatikusan visszavásárolták azokat. A tabuizált anyagokat az ünnep idejére zárt helyen kellett tartani. Izraelben ezt a látszólagos eladást még hatásosabban csinálták. Vallásos zsidók eladták savas anyagaikat illetékes rabbiuknak, aki ezeket továbbadta el a főrabbinak. Az utóbbi aztán szintén egy nem zsidónak adta el, amelynek során egy különleges diszpenzáció szavai szerint föltételezték, hogy itt nem praktizáló zsidók savas anyagairól van szó. 21. A szabadgója szabadgójra vonatkoznak a talán legfejlettebb diszpenzációk. Mint ahogy már megemlítettük, a szabbat alatt tilos munkák köre mint szélesebb lett, ezzel egy időben azon munkák száma, amelyek az élethez szükségesek, vagy a kényelem növelésére szükségesek, szintén mind nagyobb lett. Mi alatt ez különösen a modern időkre nézve igaz, a technikai változás iránti igény már régen érezhető volt. Az űrlési tilalom a második évszázadbeli Palesztínában nem jelentett problémát egy zsidó parasztnak, vagy kézművesnek. A helyzet azonban más volt egy vízi, vagy szélmalom tulajdonos üzemeltetőjének, amely Kelet-Európában az egyik leggyakoribb zsidó foglalkozás volt. De még egy egyszerű emberi kívánság, mint a vágy, hogy szombat délután egy forró teát igyon valaki, komoly nehézséggé válik, ha a munkanapokon használt szamovár csábítóan a szobában áll. Itt csak két példát említettünk a szabad betartásának a problémájára. Biztonsággal lehet állítani, hogy egy csak ortodox zsidókból álló közösség nehézségei az utóbbi 800 vagy 1000 év során nem zsidók segítsége nélkül szinte megoldhatatlanok voltak. Ez még inkább igaz a zsidó államra, mert sok közszolgáltatás, mint a víz, gáz és áramszolgáltatás is ebbe a kategóriába tartozik. Egy hétig sem tudna a klasszikus zsidóság nem zsidók segítsége nélkül meglenni. A különleges diszpenzációk nélkül nagyon nehéz lenne nem zsidókat azokra a munkákra szombatonként beállítani, mert a talmudi előírások azt is megtiltják, hogy zsidók nem zsidókat bízzanak meg olyan munkák elvégzésével, amelyet nekik nem szabad elvégezni. Itt kétfajta diszpenzációt fogok leírni erre a célra. Először is létezik a jelzés módszere, amely azon az oki logikán alapul, hogy egy ravaszul fogalmazott bűnös kívánság nem büntetendő. Egy ilyen jelzésnek általában homályosnak kell lennie, de rendkívüli sürgősség esetén világos is lehet. Így például egy nemrég megjelent könyvecskében izraeli katonák részére vallási előírások követéséről az áll, hogy hogyan kell a hadseregben foglalkoztatott arab munkásokkal, mint szabadgólyokkal beszélni. Sürgős esetekben, ha például nagyon hideg van és tüzet kell gyújtani, vagy ha egy isten tisztelethez fény kell, egy zsidó katona világos jelzést használhat az arabbal szemben és azt mondhatja, hideg van, vagy sötét van, általában azonban egy homályos utalásnak is elegendőnek kell lenni. Jó lenne, ha itt kicsit melegebb lenne.